Sziasztok! Felker Évi vagyok, és ennek az angyalkának a meghorgolásának a videóját látjátok most. Ez már az utolsó rész lesz, amikor az angyalkának a hajat teszünk föl. Most ezt a hajat választottam neki. A korábbi videókban bemutattam már az elejétől a horgolást, a fejet, a ruhácskát, az ujját, az angyalszárnyat. Meg tudjátok nézni, hogyha szeretnétek. Most pedig megmutatom ennek a hajnak a rögzítését, hogy hogy történik. Befűztem olyan színű fonalat, mint a feje, és hát ahhoz, hogy lássuk, hogy körülbelül hova fog esni a haja, tehát hogy az arcvonalat szeretném most egy kicsit bejelölni, hogy körülbelül, mert itt oda fogom tűzni, egy kicsit odavarom az alsó szálakat a fejéhez, és hogy körülbelül meddig jöjjön, tehát hogy honnan induljon a varrás, azt megjelölöm most itt egy-egy gombos tűvel, hogy körülbelül ez legyen a vonal, és akkor, hogyha mondjuk valamilyen frizurát csinálunk, nem még egy kicsit hátrébb, akkor az ott ne zavarjon be. Jó, tehát hogy körülbelül így. Jó, tehát azt azzal kezdjük, hogy először is a fonalat itt a fejtetőn rögzítem, mert oda fogom először a fejtetőt varni. Ehhez akár egy csomót is köthetünk, amit akár el is vezethetünk itt a fejben. Nem kell, hogy kilátszódjon ez a fonal, esetleg a haja közül, mert egy kicsit másmilyen fonal. Jó. És amikor ezt a fonalat már rögzítettem, akkor szépen ide illesztjük ezt a föltekert haj, és meg van kötözve. Ugye ez a fonal olyan, mint a bojt készítés. Így körülbelül felülről. Most szépen megfogjuk, és egy pár öltéssel ide varjuk ezt. Tehát belebökünk ebbe az összetűzött hajba. Hát most hajnak hívom, de nyilván fonal. És oda-vissza öltve többször beleöltünk, hogy ezt erősen rögzíteni tudjuk. Még majd még oda-vissza párszor. És amikor ez megvan, és ez már ilyen stabilan áll, tehát nem akar mozogni, akkor pedig a hajat így hátra simogatom, és nem is hátra, hanem így megfogom, és előrefelé, mert ez lesz itt az eleje, és a nagyja hajat, nagyja részt, azt előre hozom. Hagyok hátul annyit, hogy ne legyen kopasz, hogyha elmozdul a haj. Ezt is szépen megigazítom, hogy mennyit szeretnék én ide ölteni, mert ezt körbe ide öltöm a fejéhez. Nem kell ebből sok, nem kell nagyon sűrűn. Úgy kell, hogy eltakarja a fejbőrét tulajdonképpen. Ez így körülbelül jónak is néz ki. Tehát, mint láttuk, ez volt a baba eleje. Megjelöltem a két oldalt, hogy meddig érjen a haj. És ezt utána így fogom és előre húzom. És egy kevés hajat pedig itt hátul a horgoló tűvel megigazítom, hogy szépen egyenesen álljon. És miután ez megtörtént, egész egyszerűen ide varrom. Oda öltöm, hogy ne tudjon elmozdulni. Jó, tehát megkeressük most a fonalat. Bocsánat, mert ez itt közben elmászott, tehát elfelejtettem erre figyelni. Jó, tehát ugyanúgy megint beigazítom. És egész egyszerűen nem túl lent, nem túl fönt. Mondjuk így a nyakától egy fél ujnyira. Egész egyszerűen ide öltögetem.
egy pár öltéssel. Jó? Így. Jó. Haladunk tovább. Itt most egy kis luklet megint eligazítjuk. Jó, és hogyha eligazítottuk, akkor szépen ugye itt mondtam, hogy körülbelül eddig, ameddig itt a jelölés van, hogy már az arcába ez ugye ne menjen. És ha ez megvan, akkor simán csak elcsomozzuk. Jó, a fonalat pedig elvezetjük hátul. Eltüntetjük ezt a csomózott részt. A fonalat elvághatjuk. És akkor ezt így ki is szedhetjük meg ezt a két gombostűt. Akkor tulajdonképpen ide rögzítettük a hajat. Most megint eligazítjuk ezt a hajtömeget egy kicsit. Hát ezt így a horgolótűvel lehet a legegyszerűbben. És hogyha szeretnénk valami kis csinos frizurát készíteni neki, hogy ne csak így össze-vissza lógjon, hanem valami stílusa is legyen neki, akkor megtehetjük azt, hogy mondjuk itt ezt eligazgatjuk, hogy hogy álljon szépen. A fejtetőn a haja. Hát, mint egy kis fodrászkodás. És akkor, hát én például azt szoktam csinálni, ez nekem nagyon tetszik, hogy ezt így megfogok itt egy adagot, meg itt egy adagot. Ezt itt hagyom, hogy lejöjjön, lefelé álljon, meg ez is, de a szárny mögött, ugye, ezt el kell egy kicsit igazgatni. Hogy szépen álljon, mert hogyha nagyon ki van bontva, akkor csak az a baj, hogy nem nagyon látszik akkor az angyalszárny. Tehát amikor ez így megvan, akkor így tekerhetünk ezzel egy párat, és ezt ilyen lazán hátra tudjuk fogni. Így. És hogyha ez megtörtént, akkor itt akár ide húzzuk, és az egyik madzaggal oda is köthetjük lazán. Ha nem szeretnénk, hogy elmozduljon mondjuk innen egy madzag, meg innen egy madzag, és egész egyszerűen a saját hajával összekötjük. Nem kell becsomozni, mert hát ha nem tetszik, és ki szeretnénk bontani, tehát elég ezt így áthurkolni, ezt ugye bármikor meg tudjuk csinálni, akkor hátulról ugye így néz ki, van egy kis stílusa, hogy úgy mondjam, előről pedig hát amennyire szükséges, hogy ide lógjon. Nekem most ez ennyire szükséges, hogy ide lógjon. És a maradék hajat pedig, ami nem egyenletes, azt egész egyszerűen ollóval én szerintem ruha fölött egy kicsivel szépen elvágjuk egyenesre. Ne legyenek kilógó szálak. Jó. Tehát akkor így fog kinézni az angyalkánk hátulról. Na, nem nagyon látszik, csak hogyha elfektetem. Jó. Ilyen lett a haja hátulról, de tényleg bárki bármilyen frizurát csinálhat neki, akár itt egy pár szárat le is lehet vágni, egyébként akkor fufruja is lehetne. Nem is tudom, lehet, hogy kipróbálok most egy olyat végül, és miért ne próbáljunk ki egy olyat is, hogy itt egy-két szárat elvágunk. És akkor... akár fufruja is lehet neki, egy kicsi.
Hát nagyon nem lett. Akkor már csak egy teendő van hátra. Ugye ezt a szöszöket azért innen eltakarítjuk a babáról, vagy az angyalkáról, hogy varunk neki egy szemet. Hát kétféleképpen vartam én ezeknek eddig a szemét. Megmutatom mind a kettőt. Kiválasztok két fekete gombos tűt, hogy az mutassa, hogy körülbelül milyen legyen a szeme, hogy hol legyen a szeme. Jó. És hát így találomra oda tesszük. Így. Na hát, körülbelül akkor így néz ki az angyalkánk. Most akkor még megmutatom a szemnek a hímezését. Ide természetesen varhatunk egy, kár volt az előbb ezt a fonalat elvágnom, amivel a hajat rögzítettem, mert az akasztónak például kiváló, hogyha föl szeretnénk fára akasztani például. Akkor most megmutatom a szemnek a varrását. Kétféle szemet készítettem egyébként ezeknek az angyalkáknak. Mindjárt mutatom mind a kettőt. Csak befűzöm ezt a fonalat. Már mind a kettő hímzett volt. Az egyik az tulajdonképpen csak két öltés között kétszer átöltöttem. Ez egy ilyen kis hosszúkás szem. Nagyon egyszerű elkészíteni. A másik, azt egy kicsit nehezebb tökéletesre csinálni, ez egy ilyen gömbszemecske. Mivel ez a nehezebb, lehet, hogy ezt mutatom most meg nektek, hát ha ilyet, mert azért ez szerintem sokszor hasznos. Az pedig úgy történik, hogy bevezetem itt a fonalat valahol, ahol majd kevésbé fog látszani. Tehát nyilván innen hátulról valahonnan bevezetem a fonalat, és ebbe a túlsó szemnél itt kijövök. A gombos tűnél kijövök. Jó? Tehát egy picit nagyítok, de megpróbálok kijönni a képből. Tehát az egyik fajta szem az az, és akkor itt most ott hagytam egy kis fonalat majd a csomó megkötésére. Jó, tehát ezt nem teljesen húztam be. Az első, az a hosszúkás, az az volt, hogy ide beleöltök, és itt kijövök, és ezt megcsinálom kétszer. Két ilyen öltéssel, akkor lett hosszúkás. Hogyha ilyen gömbformájú szemet szeretnénk, akkor pedig azt úgy csináljuk, hogy ezt ide rakjuk a tűt, és ezzel a fonallal körülbelül négyet tekerünk. 1, 2, 3, 4. Szerintem 3-at tekerünk. Jó. Itt megfogom a tűt, hogy ne mozduljon el a helyéről, és ezt szépen áthúzom rajta, mármint azon a tekerésen. Akkor itt fog keretkezni egy kis csomóféle, amit ha innen jött ki a fonal, ugyanabba vissza tudok ölteni, majd átmegyek a következő szemhez. Jó? Ugye nem fog tudni visszamenni a szem, mert ugye a szem között ez a hát ez olyan, mint egy kis csomó lenne, tehát ez nem fog tudni átmenni, azért ölthetünk ugyanoda-vissza. Most következik a második szem, ugyanígy csinálom, tehát ide rakom a tűt. Ezzel a fonal, ami innen jön a szeméből, abból föltekerek 1, 2, 3-at, ugye 3 volt az előbb is. Igen, mert azt mondtam, hogy a 4 az sok. És nagyon fontos, hogy ott tartsuk, ahol kijött a varrótű, tehát nem mozduljon el, mert akkor nem lesz jó. De ha nem jó, akkor kiszedjük, és akkor egészen ide visszahúzzuk.
és ugyanígy visszaöltök ugyanabba a szembe, amiből indultam, és kijövök itt alul, itt is, pont ugyanabba a szembe, ahol bejöttem. Ezt nem olyan egyszerű megtalálni néha, de sikerült. Jó. Jó. És akkor így lett két aranyos kis gömb szemecskénk. Jó. Ezt amennyire szükséges, meghúzzuk. Jó. És utána itt a másik oldalon megcsomózzuk. Az első csomót azt nem húzzuk feszesre, mert akkor meghúzhatjuk a szemét. Mielőtt még egy csomót csinálunk, akkor megnézzük, hogy jó a szeme. És a második csomót azt már lehet kicsit megfeszíteni. És utána ezt pedig eldugjuk, ezt a csomót. Méghozzá ugyanott visszaöltünk, de most látom, hogy ez nem is egy szál öltésbe jöttem ki, úgyhogy ezt most nehéz lesz eltüntetni rendesen, mert nem pont ugyanazon az öltésen jöttem ki. Na mindegy, megpróbálunk azért eltüntetni ezen a lukon, behúzni a csomót. Ezt ilyenkor, hogyha erősen meghúzzuk, akkor ott beszokott menni ebbe a lukba. Most is bement, mint látjátok. A csomó bement a szem alá. Közben a szeme is jó, rendben van. Akkor ezt a szálat már, mivel ott van egy csomó, és csak elvezettük a szálat, ezt elvághatjuk. És a másikat pedig szintén elvezetjük. Tehát ide kijövök mellette, és ezt a szálat is behúzzuk. Na. És a szeme még jól áll, és leakadt egy kicsit, az a szál most itt. Meg kéne próbálni kihúzni, ha nem, akkor újból megyünk érte. Jó, sikerült kihúzni, és nem húztuk be a szemét sem. Szuper! Jó. Na. Hát, akkor az angyalkának a frizuráját most ugye újraigazítjuk. Kicsit kijött. Csak hogy is volt? Így. Így. Igen. Jó. Én szeretném így egy kicsit hátra tenni, hogy látszódjon a szárnya is. Most ha úgy ítéljük meg, hogy még mindig vannak kilógó részek, előfordulhat, akkor ezt még vághatjuk ugye egyenesre, mert hát tehát, hogy mozgatjuk, ugye mindig másképp helyezkedik el a haj, és hát akkor elkészült az angyalka, kicsit összép húzom, jó. Elkészült a társaival egyetemben ez az angyalka. Ide beállítom most akkor a sorba őt is, tehát akkor van egy fehér angyalkánk, egy puderrózsaszín, még egy puderrózsaszín, egy világos lila, egy sötétebb lila, mert nem is tudom, hogy rakjam, mert nem férnek bele a képernyőbe. És egy angyal színű. Egy kicsit megpróbálom most följebb emelni a videót. Jó. Így hát akkor elkészültek az angyalkák. Jó. Hát remélem, hogy segíteni tudtam nektek, és hasznosnak találjátok ezt a videót, és akkor sikerül nektek is szebbnél szebb angyalkákat készíteni. Várom majd a fotókat, hogy miért sikerült. Sziasztok! Kellemes horgolást kívánok!